Üdvözlünk mindenkit a Húszházban, a mostani zöld kalandozások évad utolsó extra előadásán, ahol Koltai Tamást fogjuk hallgatni, aki elsősorban zöld területfejlesztéssel foglalkozik, és kifejezetten zöld falakkal azokat építenek. Hát fogadjátok szeretettel. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, de ezt már a végén is elmondok. Üdvözlök mindenkit! Két dolgot szeretnék kérni, ha megengeditek, leülnék, illetve tegeződnék elsősorban, illetve hogyha ez majd valakinek nem szimpatikus, akkor visszatérünk természetesen az önedzésre, csak most így egyszerűbb lesz nekem is a kommunikáció. Köszönöm. Egy kis türelmet, ezt itt elindítom menet közben. Igen, ahogy a Dorka is felvázoltam, egy zöldterületfejlesztéssel foglalkozó cégnek vagyok az alapítója, de hála jó Istennek azt csináltam, amit szeretek, egyébként biológus a végzettségem, és rettenetesen szerencsésnek érzem magam, hogy azt csináltam, amit szeretek, ez mégpedig a botanika és az ökológia. Majd kicsit ugrálni fogok a téma közt, illetve több projektet szeretnék bemutatni. Azt hiszem, az autistákkal szeretném elkezdeni, ugyanis 3 éve jött egy olyan lehetőség, hogy megkeresett minket a Miskolci Autista Alapítvány az ügyben, hogy szeretnének pályázni, és egy kifejezetten autista specifikus terápiás kertet szeretnének tervezni, kivitelezni, és azt üzemeltetni enyhe fokú autistákkal. Rettenetesen izgalmas volt a megkeresés, hiszen nem találkoztam még ilyenfajta munkával, úgyhogy el is kezdtük a tervezést, tájépítész kollégákkal, illetve természetesen fejlesztőpedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, akik az autizmus tüneteit, illetve tehát az autizmussal élőknek a környezetét nagyon jól ismerik. És gyakorlatilag rettenetesen jól sikerült a projekt. Az idei évben benne lesz a munka a Design évkönyvbe, beválasztották a 100 legjobb terméké tulajdonképpen. Nagyon büszke erre mindenki. Azért nem volt mindig ilyen könnyű ez a munka, hiszen az elején tehát nem tudtuk, hogy hogy kell ezt az egészet elkezdeni, és egy jó fél éves tervezés történt. Ezt hozzá kell tennem, hogy semmiféle szakirodalmat nem találtunk ez ügyben. Tehát ez, hogy autista specifikus terápiás kert, ilyennel gyakorlatilag se a tájépítészek, se a kertészek, se a botanikusok nem találkoztak. Úgyhogy ott találtuk magunkat, hogy nekünk kell összerakni ezt az egészet. És hát itt láthatóak, ugye ezek a fotók mind ott készültek. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy maga a kert struktúrája is elég divers, tehát a ágyások külön helyezkednek el, mindegyik ágyás teljes egészében más-más szenzoros ingereket stimulál, semellé fóliasátrak épültek, mégpedig azzal a céllal, hogy egyrészt az ő terápiás beilleszkedésüket segítsük, illetve a pályázattal egy időben sikerült a konyhát is bővítenünk, és azon túl, hogy az 55 bentlakó autistának, illetve az ott dolgozóknak, ugye ott készülnek az ételek, még 400 mély szegénységben lévő miskolcira is tudnak főzni. Itt tartunk jelenleg, élő állattartás is lett menet közben, kecske, csirke és nyúl. Gyakorlatilag mindent megpróbálunk helyben használni, az ott keletkezett trágyát visszaforgatjuk a kertbe, teljes egészében természetazonos, illetve organikus anyagokkal dolgozunk. Nagyon jó kiegészítette egyébként az otthont az a tevékenység, hogy kézműves dolgokat is végeznek, és amit láttok, majd egy fonott kunyhó, illetve a kert bizonyos részeinek a szegélye is ilyen fonott fűzből készült.
Ezek most teljes egészében Malomban vannak, úgyhogy nagyon-nagyon szuper látvány. Ezt azért kezdtem elmondani, illetve azért kezdtem az autizmussal, hiszen nekem személy szerint, illetve a kis vállalkozásnak is nagyon fontos, hogy csökkentett munkaképességekkel dolgozzunk. Egyrészt már ezek az intézmények rettenetes anyagi helyzetben vannak, és nagyon kevés az olyan lehetőségük, ahol kicsit ki tudnak bontakozni. És azt tapasztaltuk, illetve tapasztaljuk is, hogy a kertészkedés, a fűszer, gyógynövény termelés nagyon jó számukra. Alapjában véve az autizmussal élő embereknek ez a monotónia, ez egy rettenetesen jó elfoglaltság. Tehát, hogyha így leültetjük őket 37 órára, és hogy a magot 3 mm-re kell lenyomni, akkor minden mag 3 mm-en lesz, és azt hagyjam, hogy ez a pontosság, odafigyelés mellett még olyan fajta szeretetet, illetve gondoskodást sugároznak a növények felé, hogy hát én merem állítani, hogy messze jobb minőségű növényeket állítanak elő, mint mondjuk ami a szupermarketekben kapható a növények. Tehát a holland növényekkel egyértelműen nem tud versenyezni jó minőségben. És hát ugye ezen a projekten elindulva találtuk ki azt, hogy ha már zöldterületfejlesztéssel foglalkozunk, akkor és ezen belül is fűszer, gyógynövény, illetve bizonyos zöldségfajták termesztésével, hogy akkor miért ne termelnénk ezeket a növényeket autizmussal élő emberekkel. És ezen felbátorodva megkerestük a Főkefe céget, aki per pillanat a legnagyobb csökkentett munkaképességeket foglalkoztató cég itthon. Egy nagyon komoly agrárportfólióval, illetve infrastruktúrával az országban. És most per pillanat mi a karácsondi 5 hektáros kertészetükkel dolgozunk együtt. Tehát ahol nekünk fűszere növényeket, zöldségeket, illetve saláta növényeket kell szállítani, akkor ezt az autistákkal termeltetjük. És ezt egyáltalán nem azért csináltuk, mert mi ebből bármiféle pályázati vagy plusz pénzt tudunk kapni. Igazából nem is mentünk rá ilyenre. Pusztán azért, mert jó minőségű növényeket szeretnénk biztosítani a megrendelőinknek. Ugyanis az a szomorú tapasztalat, nem tudom, hogy köztetek ki van kicsit benne mondjuk a dísznövény kertészetben, de hogyha kimentek például a Nagybanira, a Sziget-Szent Miklósra, akkor a növények döntő, gyakorlatilag 100%-ig holland termékek. Akár ilyen kis körömnyi méretben jönnek már be kis csírázott állapotban, vagy kifejlett növényeként. És ezt szeretnénk egy kicsit visszaállítani. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy azért mi egy nagyon kis cég vagyunk, tehát 4 fővel dolgozunk. Tehát nem fogjuk azért a magyar dísznövény kertészet nimbuszát visszaállítani, amit sikerült sajnos lerombolni. De egy kicsit próbálunk tudatosságot közvetíteni a partnereinknek, megrendelőinknek, hogy van ilyen lehetőség is. Lehet, hogy 10-20 forinttal az elején drágább lesz, mert meg kell tanítani az autizmussal élőket a dísznövény kertészkedésre, de ez egy hosszú távú befektetés, és nem kell olyan rejtett dolgokkal foglalkozni, mint például a kórokozók. Ez egy nagyon komoly probléma, hiszen nagyon sokszor tapasztalunk olyan növényeket, ami teljes egészében fertőzött, és bár vannak persze klasszikus tünetek, de alapjában véve rengeteg ismeretlen kórokozó jön be ilyen úton Magyarországra, illetve tehát ez egy globális probléma. És ezen egy kicsit igyekszünk azért változtatni. Ahogy említettem, a beltéri növényeket, így rákanyarodnék egy picit a beltéri zöld falakra, egy kis fogalomtisztázás csak pár mondatban. De itt azt hiszem a képeken is már láttátok, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy függőleges felület, falfelületre egy
többféle ültetőközeget használnak, és gyakorlatilag egy távtartó segítségével egy rögzített felületre kerülnek a növények beültetésre. Ez kerül egy automatizált öntözéssel ellátva. A tervezés szempontjából, illetve a tervezés minőségétől függően mesterséges megvilágítás is kell. Ez különösen ugye a téli és illetve az őszi hónapokban azért különösen ajánlatos. És gyakorlatilag, ami most per pillanat egy nagyon jól működő rendszer itthon, és ezzel több cég is foglalkozik már, szigorúan, illetve kizárólag a dísznövényeknek a beültetése. Vannak kritikák, illetve pozitívumok is így a zöld falak tekintetében. Ezt mindenképp kiemelném, hogy esztétikai hatása azért az elég erős egy ilyen falnak a közelében lenni. Illetve azt tapasztaljuk még, hogy az ott dolgozók mentálisan kiegyensúlyozottabbak, a munkára jobban tudnak fókuszálni, kevesebbet lesznek betegek. És ezek nem holmi szakirodalomból vett tapasztalások, hanem ezek valóban mi is érzékeljük a visszajelzésekből. Most ugye zöld területfejlesztés a téma, és ez nekem egy kicsit nehéz is, hiszen nagyon-nagyon szép egy ilyen zöld fal, de hogyha belegondolunk egy újonnan épített irodaházba, ami akár 20-30-40 ezer négyzetméter is, és akkor ott elhelyezünk egy 10-20-30 négyzetméteres zöld falat, hogy ez valóban elmondható ez, hogy ettől már környezettudatos vagy természettudatos lesz az az irodaház. És az a véleményem erről, hogy egyáltalán nem. Valami elindult, ez abszolút pozitívum, de hogyha összességében nézzük, tehát azért az arányok az teljes egészében más, és egy akkora környezeti terhelés, amit egy ekkora irodaház okoz, azért azt nem tudja ellensúlyozni egy beltéri zöld fal. Éppen ezért igyekszünk, illetve hál' Istennek egyre többen kezdenek el kritikusan gondolkozni, illetve mernek hozzányúlni a zöld felülethez, mint magához. Itt azt értem, hogy egy integrált, komplex tervezésben belevonódik a zöld felület, illetve a zöld terület, és ez nagyon sok mindent jelentett. Most már majdhogy nem alapkövetelmény az ilyen épületeken egy zöldtető, legyen az extenzív vagy intenzív, óriási nagy park, illetve a lehetőségekhez képest, tehát egy park legyen hozzá, a városképi formálás, akár a régi fákat nem kivágni, nagyon sok ilyen apróság van, tehát ezekre mind fokozatosan és tudatosan kell figyelni. És hál' Istennek van egy emelkedő trend az építőiparban, illetve a kivitelező körében is, hogy elkezdenek erre figyelni, ugyanis az épületeket egyre jobban minősítő rendszerekkel látják el, illetve a kivitelezők egyre jobban hajtanak ezekre a bizonyítványokra, ahol igenis komoly százalékkal, illetve komoly súlyponttal rendelkeznek a zöld felületek. Azzal egészíteném ezt ki, és egy kicsit, hogy a jövőbe nézzünk, egyre jobban növekszik az épített urbánus területeknek a mérete. Globálisan a populáció rohamosan nő, a város lakók száma teljes egészében el fog tolódni az épített környezetre, és valamilyen szinten megoldást kell nyújtanunk a városi kertészkedésre, illetve a városi élelmiszer ellátásra, hiszen már a konvencionális mezőgazdaság elég komoly problémákkal küzd, akár a talajpusztulástól kezdve, a talajszennyezés, a monokultúrák, a vegyszerezés sorolhatnám.
így az emberek döntő többsége nem tudja, hogy mit eszik. És hát ezen azért azt hiszem, hogy nagyon sürgősen változtatni kell, és ez azért is jó, mert egyre jobban növekszik az a tömeg, aki kezd kritikusan gondolkodni. Igenis megnézi azt, hogy mit eszik, az honnan jön, milyen fajta, és hogyan termesztették. Most azért a városi környezetben nyilván nem lehet hektárszámra gabonát termelni. Itt talán nem is ez lenne az első lépés, hanem egy kicsit a tudatot kinyitni, illetve egy kicsit kritikusan gondolkodni ez ügyben, hogy ha már megteremtettük magunknak ezt a helyzetet, hogy ide sodortuk magunkat a környezet-természet pusztítással, akkor merjünk fővállalni innovatív megoldásokat, és gondolkodjunk el azon, hogy milyen megoldások, illetve lehetőségek vannak városi környezetben élelmiszertermelésre. És szuper dolog látni, hogy itt Pesten is egyre jobban szaporodnak a közösségi kertek, de azért az egész képben ez csak egy láb. Nagyon jó lenne egy tudatos várostervezés, ahol valóban kiemelt szerepe van a zöld felületeknek, városi zöld folyosóknak, hiszen így is, hál' Istennek, elég sok zöld felület van a városban, a kertvárostól kezdve a parkokon át, nagyobb nyílt területek. Ezeknek, hogyha az összekötése is meg lenne oldva, egy lélegző várost tudnánk kapni, ami jótékonyan segítené a városi élelmiszertermelésnek az elterjedését is. Itt sok mindent felsorolhatok, a légszennyezés csökkentésén át, a méheknek az elszaporodásán, a városi vadvilágnak is nagyon komoly szerepe lehet ebben. Illetve az ember tudata egy kicsit visszakanyarodna a természethez, hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy manapság már egy hangyától is akár komoly probléma lehet egy lakásban, nem beszélve egy pókról, egérről meg aztán végképp, miközben ezek a természet részei, és egy kicsit érdemes lenne visszafordítani a kérdést, hogy ők voltak-e itt előbb, vagy mi. Tehát egy kicsit az embereket próbáljuk a munkáink során visszavezetni a természethez. És lehet itt nagyon szép munkákat csinálni, hogyha nem érti meg az ember ezt, hogy a természet része, ezt esetleg lehet tisztelni, illetve hogy abból nagyon sok hozadékot kap az ember, hát eleve az életét, tehát így nagyon nem is kell ezt boncolgatni, akkor azt hiszem elértük a legnagyobb sikert. Tehát egy kicsit felébreszteni az embereket arra, hogy természeti lények vagyunk, és egyáltalán ne féljünk ahhoz nyúlni, hogyha van egy 2 négyzetméteres területünk a balkonon, vagy egy belső udvarban, igenis próbáljunk meg valamit vele kezdeni, ne csak a gazüsse fel, hanem 2 négyzetméteren is akár már fűszernövények nagy mennyiségét meg lehet termelni egy kisebb család számára. Igen, kicsit puskázok, hogy mikről van még itt fotó. Ha már itt a környezeti nevelést boncolgattam egy kicsit, akkor még 2 kezdeményezésre szeretnék bemutatni. Az egyik az szeptemberben elkezdtünk oktatni a Dobos vendéglátó szakközépiskolában. Kaptunk egy megkeresést az iskola vezetőségétől, hogy rehabilitáljuk az ott lévő konyhakertet, ami hát nekem konkrétan így a fejemig ért akkor a gaz, amikor oda mentünk. És ez egy kicsit már szégyenfoltá vált az iskolában, hogy mégiscsak egy vendéglátó szakközépről van szó, és hogy ilyen állapotban van a konyhakert. És az történt, hogy tehát önkéntes alapon szerveztük a beszálló gyerekeket, illetve akik kertészkedni szerettek,
A 9. évfolyammal kezdtük, a cukrász, pincér és a szakács osztállyal, környezetten, illetve biológia óra keretén belül. És hát most per pillanat már nagyon szépen fölvidultak. Hát sajnos nem tettem be arról képet, ezúton is elnézést kérek. De hogy egy kicsit lássátok, hogy milyen nehézségek vannak az iskolában. Tehát ugye az oktatás terén ezek a fiatalok, akik élelmiszerre fognak foglalkozni, illetve már most azzal foglalkoznak, egyszerűen olyan képzést nem kapnak, hogy a legalapabb fűszernövényeket se ismerik föl. És, termő állapotában, és az a szomorú, igen, hogy gyakorlatilag természetesen azért a legalapabb fűszereket azért ezt tudják használni, de például az egy kicsit döbbenet volt számomra, hogy például a citromfű, vagy a ment, tehát a cukrászok így kérdezték, hogy ezt mire lehet használni. Tehát tudja azt, hogy ha hasakban van benne, akkor az mi és hova kell, csak magát a növényt nem tudja. Igen, és hogy ott friss állapotában, tehát az, hogy ő kimegy oda a kertbe, és hogy azt leszüretelje abba az állapotában, így egyszerűen így nem tudnak vele mit kezdeni. Az egy óriási siker volt, hogy például a rukkolát három hét után meg tudtuk kóstoltatni a diákok többségével, mert egyszerűen így nem ismerték, és kapásból az volt a gondolat, hogy ez szar, ez gaz. Én nem szeretem a rukkolát, de nekem is eddig érdekes példa, most kim voltam Budapesten dolgozom, kim voltam ilyen homokhozó barakulként, fűszerete főként. De hogy gondolom, hogy egy kuriember, hogy miért raktunk ilyen fény táblákat, átesnek a gyerekeket, meg beleesnek. Nem értem a hozzáállást az embereknek, hogy az, hogy jó szépen néz ki, meg szegény gyerek végre találkozik, kívül a növényekkel, nem? Igen. Miért van tálda? Igen. Ha nincs tálda, akkor meg nem ismerik. Ez sajnos elég szomorú. Tehát a téli hónapok úgy teltek, hogy a beltéri órákat tartottunk, és tehát konyakerti növény ismeret, illetve dokumentumfilmvetítés volt, mert az élelmiszer hulladéknak a kezeléséről, illetve annak a termeléséről se tudtak semmit, és ezt majd, hogy nem szó szerint lehet érteni, hogy tehát még majd, hogy nem egy vagy két hallgatósa volt diák, aki erről bármit tudott volna mondani, tehát önálló gondolata lett volna erről. Azért ez egy kicsit rémisztő. És ezen fölbuzdulva azt találtuk ki az iskola vezetésével, hogy a többi vendéglátó ipari szakközépiskolában is elkezdünk valamiféle ilyen edukációs munkát. Hát ezt valószínűleg ezt nem fogjuk mi csak bírni, tehát itt azért egy több szereplős munkáról van szó. Van olyan vendéglátó szakközépiskola, ahol egyébként kert sincsen, ami nem róható fel, hiszen ez talán nem az ő hibájuk. De hogy ott például a diákokkal ezt a fajta éles kertészkedést nem lehet kipróbálni. Hát erre csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy minél jobban kell fókuszálni a jövő generációjára, mert ezek a fiatalok 2-3-4 éven belül valamelyik étterem, kávézó vagy cukrászdának a séfje vagy cukrásza lesz, és addigra sajnos egy kicsit pessimista vagyok, de valószínű globálisan az élelmiszerellátási láncok még nehezebb helyzetben lesznek. Tehát valamiféle lokális megoldást kell majd erre találni. Úgyhogy ez egy óriási nagy kihívás, és én mindenkinek csak gratulálok, aki hasonló dologgal foglalkozik, és legmélyebb tiszteletem. És akkor egy másik diák kezdeményezést is elmondanék. Egy egyesületnek a tagja is vagyok, és 4 éve volt egy megkeresés a Sztelló Gábor gyermekotthon részéről,
hogy valamiféle kis kertet szeretnének. De ők nem tudják, hogy ennek hogy vágjanak neki, hogy hova. Ez az intézmény egyébként a Budakeszi útnak gyakorlatilag a legtetején van. Hála jó Istennek egy óriási nagy területen, viszont csupa fenyő. Tehát viszonylag bonyolult helyszín kertészkedés szempontjával. De gyakorlatilag azt találtuk ki, hogy elindítunk egy kisebb programot. Ott is abszolút szigorúan önkéntes jelleggel, hogy kiknek van kedve kertészkedni. És az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a Sztelló Gábor gyermekotthonnak még másik három kisebb ilyen kihelyezett otthona van, Budaörsön, illetve Török Bálinton, teljes egészében zöldövezetben, nagy családi házzal, nagy kerttel. 10-15 fő lakik egy ilyen családi otthonban, és ott tudtuk igazán elindítani ezt a fajta gyerek otthoni kertészkedést. Mert ott meg aztán még ennyire se tudtak szerencsétlen gyerekek a növényekről, sőt ezt megfejelve azzal, hogy szerencsétlenek ennek a szociális helyzete miatt elég komoly viselkedésbeli problémák vannak, és hát a legnagyobb kihívás nem is az, hogy átadni azt a fajta minimális kertészeti tudást, amit gondoltunk, hanem hogy megvédjük a kertet. Ugyanis van olyan eset, hogy a kis 8 éves kezeli a kis kertjét, és akkor összerúgja a port valami miatt egy kamaszkorúval, és akkor ezt megtorolva úgy vesz revansot, hogy széttapossa a kertjét, meg letöri a virágokat. Úgyhogy ott nem könnyű a munka. Hála jó Istennek azért az otthon vezetői ebbe teljes egészében partnerek, meg most már azért ismernek minket a diákok, tehát ezt sarkítottam abban a tekintetben, hogy ez azért inkább az első évben volt komoly probléma. Hogy azóta egyre jobban és jobban működik ez a fajta kertészkedés. És most per pillanat ott tartunk, hogy 6 gyerek otthonban vagyunk. Hát jóval több, mint 100 gyerek van bevonva a kertészkedésbe. Hetente, maximum 2 hetente járunk ki az otthonokba. Kertészkedünk itt, ez például ott készült, ezek teljes egészében friss képek. És láthatóan azért inkább a kisebb korosztály érdekelt ebben. A kamaszokat nem tudjuk bevonni, nem is célunk, hiszen van elég problémájuk, tehát nem akarunk még egy plusz dolgot a nyakukba varni. Hát, hogyha van neki erre affinitása vagy kedve, akkor várjuk szeretettel, de egyértelműen az a tapasztalat, hogy a kiskorúak nagyon-nagyon nyitottak a kertészkedésre, és van is egy kép, ahol például ilyen gazdobó verseny van, hát ott komoly, tényleg ilyen, már jó indulatú verekedés van ilyenkor a játékért, meg a tavaszi munkáknál az összes kerti szerszámért, ott ők nagyon ki tudják magukat élni, levezetni a fölösleges energiájukat, agressziójukat. Tehát ez is egy jó fajta terápiás kis kezdeményezés. Amit ezzel a programmal szeretnénk érni, egyrészt hasonlóan az autista intézményekhez borzasztó anyagi körülmények vannak ezekben az otthonokban. Sajnos hallottam olyan esetet is, hogy 20-án lekapcsolták az áramot az egyik otthonban, mert nem tudták befizetni az áramot, és tehát ilyen szintű gondok vannak. És egy kicsit segíteni abban, hogyha már legalább egy héten keresztül az uzsonnát friss élelmiszerből meg tudjuk nekik termelni, pontosabban ők meg tudják maguknak termelni, az már egy nagyon szuper dolog. A gyümölcs részéről nem is beszélve, az egy külön üdítő folt nekik. A másik cél pedig az, hogy a gyermekotthoni ellátás, ha jól emlékszem, 2018-al meg fog szűnni, és tehát ezek az intézmények be fognak zárni,
és tehát ez a nevelőszülői gondozás, illetve gyámság alá kerülnek majd ezek a gyerekek, és egy szakmát, vagy legalábbis valamiféle képesítést kell a kezükben adni, mert döntő többségük, főleg a kamaszlányoknál nagyon komoly problémák vannak. Itt a prostitúcióra gondolok elsősorban, de a fiúknál is ugye alkohol problémák vannak, kábítószer problémák, elszöknek, rendszeresek a verekedések. És hogyha egy kicsit tudunk ezen is változtatni, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, és kicsit elgondolkodnak, illetve megfordul a fejükben az, hogy egy ilyen irányban is lehet menni, hiszen most a gyermekvédelmi főigazgatóság erre viszonylag nagy figyelmet fordít, hogy ilyen agrár képesítésszerű dolgot adjon a 14-18 éves bentlakóknak, hogy ez lehet nekik egy kiugró lehetőség. Több más kiemelt szakma van, ez az egyik, hála jó Istennek. Országos hálózattá szeretnénk ezt bővíteni, ami valószínűleg óriási egy feladat lesz, hiszen 209 gyerek otthon van Magyarországon. Elég magas szám. És nagyon sok gyerek is van ezen intézmények közt, úgyhogy a cél az adott. Nagyon sokan mindent kell tenni, de azt hiszem, hogy látszik a fény, és teljes egészében partner mind a gyermekvédelmi főigazgatóság, ebben mind az otthoni igazgatók. Azért azt látni kell, hogy hiába indult el egy ilyenfajta kezdeményezés, még mindig az utolsó között kullog azért ez a fajta oktatás, hiszen említettem ezt a nehéz anyagi helyzetet, nem beszélve, illetve ezt is említettem, a gyerekeknek a magatartásbeli problémáik, hogy hajnali 3-kor menni kell értük, mert valahol a rendőrség összeszedte őket, vagy elszöktek, stb. Ezek abszolút valós problémák. És ezért csak azt akartam egy kicsit erősíteni megint, hogy az oktatás az nagyon, nagyon fontos számunkra, hiszen már nehéz bevonni egy olyan embert, aki teljesen elszakadt a természettől, és nem is akar nagyon ezzel foglalkozni. Nem érdekli az, hogy mit eszik, miért, nem, föl se tűnik neki, hogy csak 2-3 féle paradicsom van a polcokon. És ebben is egy kicsi segíteni, hogy megismertetni a közönséggel, illetve a mindennapi emberrel, hogy nagyon komoly fajta választékon, és nagyon komoly potenciál van bármiféle kertészkedésben, és hogy soha nem késő elkezdeni. Hiszen nagyon, nagyon jól érezzük magunkat így a kertben, ez egy ösztönös dolog. Most például másfél hete voltunk egy kiállításon, egy mobil zöld falat vittünk el egy borkostolóra, és kifejezetten azért jöttek oda az emberek a fal köré, mert hogy itt egy kicsit így fölélegeznek, és hogy nem, egy kicsit leveszik ott a 3-4-5 percre a fölvett állarcukat, és ott egy kicsit így visszamennek a természethez, és ez egy nagyon, nagyon kedves visszajelzés volt, hogy ott van, igenis ott van az emberekben ez, hogy a természet a szerves részünk, és hogy ezzel kezdenünk kell valamit. Kicsit még puskázok, hogy milyen fotók vannak. Igen, ott van egy LED lámpás kép, erről is mondanék egy pár szót, illetve egy kis saját tapasztalatot, hogyha megengedtek, mint így a zöld területfejlesztésben lévő ember. Egy kezdővállalkozás még mindig a cégünk. Annak, hogy kifejezetten egy ilyen startup vonalon próbáltunk megindulni, hogy ez mennyire jó lesz nekünk,
pikpak találunk majd befektetési pénzt, kockázati tőkét, és hogy végre valami értéket tudunk teremteni. Nem akarok semmiféle szakmát becsmirelni, de az, hogy egy 183. applikációra 100 milliókat így nagyon könnyedén kiadnak, de a magyar befektetői vonal nem ismeri az agrárinnovációt, illetve maga ezt az innovatív zöld területfejlesztést, azért ez is elég sok mindent elárul a magyar helyzetről. És igen, úgyhogy az történt, hogy mindenféle tartalékunkat ugye betoltuk a cégbe, hiszen annó nekünk volt egy olyan ötletünk, hogy egy olyan beltéri termesztőrendszert fejlesztünk, egy terméké, ami lehetővé teszi a irodaházaknak, éttermeknek, konyháknak, bároknak, kávézóknak egy olyan fajta kis fűszertermesztést, ami csak egy ilyen demonstratíve jelleggel ott így megtalálható. És hát elég hamar persze kiderült, hogy a befektetett tartalékunk erre nem elég, és ekkor kezdődött el a, úgymond, a kockázati tőke felé, meg befektetői pénz felé futás, és 9 hónap után adtuk fel, mert egyszerűen ez nem ment át a befektetői vonalon, hogy miért kell egy ilyen vonal. Tehát ők nagyon-nagyon rövid távon gondolkodtak, tehát egy valami rögtön látható dolog, és tehát a startup, meg az ilyen kezdő vállalkozásokban ez az informatikai applikáció fejlesztés, ez egy nagyon jól eladható valami, nagyon könnyen lehet rá pénzt szerezni, és az már kutyát se érdekel, hogy 2-3 év alatt elköltenek 3-400 milliót, és lehet, hogy kicsit szigorú leszek, de nem adnak nagyon hozzá a világhoz. Miközben mi meg egy kicsit egy tudatosabban szerettük volna ezt tenni, és ennek a pénznek a töredékéből egy olyan fajta terméket létrehozni, ami lehetővé teszi mindenkinek a kertészkedést. Úgyhogy kicsit ez a vonal elült abban az időben a cégben, és úgy sikerült újra elindulni ezen a vonalon, hogy végül magánbefektetőt találtunk, és most nyugodtan tudunk kutatni, fejleszteni. És ezt azért is mondom, mert nagyon fontos számunkra, azon túl, hogy csökkentett munkaképességekkel foglalkozunk, hogy teljes egészében magyar terméket hozzunk létre. Gondolok a polytejsavra például, ami most egy viszonylag már elterjedt anyag. Persze bele lehet ebbe mélyebben menni, ez egyébként egy kukorica melléktermék, és ebből lebomló műanyagot lehet készíteni. És a cserepeinket terveink szerint ebből fogjuk gyártani, illetve gondolkodunk egy olyan moduláris text, stíles megoldásban is, ez ilyen ehető falként kell elképzelni, ahol ilyen kis 20x20-as zsebek vannak, 100%-ig kender vagy rost alapanyagból készült textil, egy polytejsav hátlappal, amit egy nagyon jó pofa technológiával mágnesezni lehet, és gyakorlatilag bármilyen felületre lehet rakni, tehát az üvegtől kezdve fára, betonra, gipszkartonra, teljesen mindegy. És gyakorlatilag ez fölgyorsítja a cserét, mert hogyha itt látjátok majd, lehet, hogy egy kicsit majd megállítom ott, hogy tudjam szemléltetni. Tehát egy zöld fal azért egy egyben levart textét képzeljetek el, és igen. Tehát itt gyakorlatilag ez mondjuk ez egy ilyen 20 méter magas, 80 centi széles fal, és ez a textil rész, hát ez egybe van levarva, és itt vannak gyakorlatilag a zsebek kialakítva. Mondjuk belegondoltuk abba, hogy mi van, hogyha egy étteremben, mondjuk itt 1.70-nél megeszik a bazsalikomat,
akkor ezt hogy fogjuk kicserélni gyorsan és hatékonyan, hogy nem koszoljuk. És akkor ezt a verziót csináljuk meg úgy, hogy gyakorlatilag minden zseb külön mozgatható, és igény szerint ezt vagy újraültetjük a telephelyen, vagy az autisták kertészetében, vagy pedig az egész, ez a mágneses réteg levételével komposztálhatóvá válik. Tehát ez a fajta tudatosság, meg hulladékcsökkentés elég fontos a cég szempontjából, illetve amit még ehhez hozzátennék, hogy talán ami egy kicsit elveszett a mai világban a hitelesség, és ez egy nagyon nehéz dolog hitelesnek lenni manapság, mert egy nagyon gyors fogyasztói társadalomban vagyunk, ahol rengeteg információ jön, rengeteg mindennel találkozunk, és nehéz megállni azt, hogy ne csábuljon el az ember, és ezért ez egy nagyon fontos kritérium, meg egy alapműködése, etikája a cégünknek, hogy meg nekem is személy szerint, hogy hitelesnek lenni, mert mégiscsak élelmiszerrel, növényekkel, élőlényekkel foglalkozunk, és ez egy külön pontja ennek. Egy kicsit lehet, hogy érzelgősen beszélek erről, mert biológusként én hiszek abban, hogy van a növényeknek is kommunikációja. Egyrészt tehát ők maguk közt is kommunikálnak, illetve, de biztos, hogy aki gyakorló kertész, ő is tapasztalja, hogy ez nem egy légből kapott valami, vagy bármiféle szektás dolog lenne. Tehát, hogy ahogy viszonyulunk a növényekhez, úgy viszonyulnak ők is hozzánk. És egy kicsit tényleg abban is hiteles lenni, hogy nem csak összecsapni a munkánkat, hanem valóban egy olyan zöld felületet, legyen az kert, vagy egy zöld fal, vagy tényleg egy gyerekotthoni kert, hogy ezt hitelesen próbáljuk átadni, mert különben nem fog átmenni nekik se az üzenet, és azt hiszik, hogy ez egy 86. dolog az életükben. Ami valószínű így van, de legalább, hogyha ott vannak, akkor 100%-ig arra próbálnak figyelni, vagy az irodaházakban is, amikor egy ilyen zöld fal mellett leülnek meginni egy kávét, akkor föl tudjanak töltődni, és hogy ez jó minőségű legyen, hiszen látjátok, egy kert ez egyrészt soha nincs kész, másrészt meg a fenntartása, gondozás sem múlik szerintem a nagy része, hogy milyenek a növények, illetve milyen élelmiszer fogunk születelni ebből. Igen, a helytakarékosság miatt zömmel. Tehát az irodaházakban egyértelműen nagyon sok csupasz zöld felület van, illetve, csupasz fal felület, igen. És egy kicsit hozzátenni ehhez, ugyanis valószínű tapasztaltátok, hogyha bementek egy ilyen irodaházba, rettenetesen rossz a légminőség. És nagyon-nagyon panaszkodnak az ott dolgozók, hogy ezek a légtechnikai megoldások, vagy a légkondicionálók teljes egészében kiszerítják a levegőt, és folyamatosan köhögnek, valami allergiás rohamuk van, vagy tüneteik, és mérhetően, abszolút mérhetően javítja a levegő páratartalmát egy ilyen zöld fal, akár már tényleg 1-2 négyzetméter is, egy 15-20 négyzetméterről nem is beszélve. Természetesen tehát a méreteket figyelembe véve azért 1000 négyzetméteren, mondjuk 20 négyzetméter nyilván sokat nem fog hozzátenni, de azért ott a szűk kis mikroklímát azért komolyan befolyásolja. Amiben még egy kicsit szeretnénk újak lenni, illetve pionírok az zöld falak területén, az, hogy elkezdtünk szenzorokat használni. Tudjuk mérni a fénymennyiséget, a vízmennyiséget, vagy a nedvességet, tápanyagtartalmat,
különféle paramétereket. És ez erre nem azért volt szükség, mert behozzuk az informatikát, hogy ezáltal esetleg könnyebb anyagi forráshoz jussunk, hanem azért, mert ez az egész élőfal, illetve vertikális kertészet, zöldfalas kezdeményezés, ezért viszonylag egy új dolog. Magyarországon különösen egy 4-5 évre tekintünk csak vissza. És nagyon kell a szakmának az adat. Akár tanulmányok készítéséhez, vagy tényleg az, hogy effektíve meg tudjuk mi is védeni az érvünket, illetve tudjuk bizonyítani azt, hogy ennek igenis van jótékony hatása. És nagyon egyébként ebben a nemzetközi szakirodalomban sincsenek ilyenfajta adatok. Inkább a mentális, meg a pszichológiai hatását vizsgálják a falaknak. De az például, hogy az épület gépészetet mennyire lehet kiváltani egy ilyen zöld felülettel, az nincsen nagyon vizsgálva. Úgyhogy ez egy izgalmas... Hát ez nyilván... Tehát persze teljes gépészetet nem fogjuk kiváltani, de mondjuk, hogyha már 3 légkondicionálóval kevesebbet kell berakni, akkor az már valami. És most csak a jelen helyzetről beszélek, és erre próbáltam egy kicsit utalni az elején, hogyha integráltan tervezzük ezeket az épületeket, hiszen annyi megoldás van már a kezünkben. Itt a növények egy elenyésző része ennek, tehát már a köztudat nagyjából ismeri a környezetbarát, természetbarát építőanyagokat, ugye ezek a bizonyos körök, hogy mennyi 30-50-100 kilométeren belül vásároljunk, a szalmaépítészet, a vályogépítészet, ezek mind elérhető dolgok. A növények az csak egy kis szint visz ebbe az egészben, és ezt próbáljuk így igazából hozzátenni. Nem tudom, azt hiszem, elnézést kérek, hogy kicsit csapongtam. Azt hiszem, az üzenetem az nagyjából átment. Ha bármi kérdés van, nyugodtan tegyétek fel. Aki még nem tud a zöld falról és a zöld tetőről, nem lehet beírni, hogy Zéhoz és a képekre kaptunk egy pár képet? De, persze. Hogyne, nyugodtan. Szóval, csak tudod, ez most nem már. Igen. A Zéhoz, hogyha esetleg... Nem ismeri valaki, ez a Zöld Tető és Zöld Falépítők Országos Szövetsége. Van jó pár cég benne. És egyáltalán ez a zöld falon, tehát ez egy kis zsebekben a földobdás formátumban kerülnek a növények? Igen, ez jó kérdés, erről nem mondtam semmit. Van jó pár megoldás, vertikális, igen, egyrészt először elmondom, hogy mi csinálunk. Egy 3 rétegű textilvel dolgozunk, aminek a középső rétege egy viszonylag vastag kender, illetve rost anyag. Ez egyrészt azért jó, mert... Megtartja pontosan a tápanyagot, illetve a nedvességet. A gyökerek nagyon szépen tudnak benne nőni. Egyébként ez mind a 3 textil rétegre vonatkozik. Gondolom megy közben, nem? Majd betölt. Itt a www hiányzik. És igen, kerül egyébként bele földlabda, de nem sok. De nagyon praktikus oka van, mert ha belegondolunk akár egy 8-10 méter magas zöld falba, vagy akár ami emeleteket ível át, hogyha csak földre dolgoznánk, azért nagyon komoly súlya lenne. Az nem alapjában véve azért az egy viszonylag erős, meg a varrása is azért ipari körülmények között történik, de nem tudunk csak földre dolgozni. Ami kiegészítő ültető közeg, hát mi mondjuk perlitet használunk. Perlitet, vermikulit, leka,
Van jó pár ilyen vulkanikus... Tudod, ami mobilnetet, ez egyszerű, annyi halad. Van jó pár ilyen vulkanikus kőzeg, aminek nagyon jó víztartó képessége van. De van olyan megoldás is, ami teljes egészében hidrokultúrás. Tehát ki vannak alakítva ugyanúgy a zsebek, de gyakorlatilag a fal egész végig áztatva van. Van ennek is előnye. Én egy kicsit óckodom tőle, azért mert rettenetes sok vizet pazarol el. Hogyan kontrolljátok ebbe a terpenyő vizet, hogy miért nem? Egyrészt a rendszer... Nem. Egyszerre a rendszerre... Egyszer a rendszerre rá tudunk kötni. Nem ott, ahol van. Jó. Egyszer a rendszerbe tudunk betáplálni, tehát folyadék alapú tápanyagot. De hogyha olyan körülmények vannak, akkor inkább minden zsebet, vagy igazából az ültetésnél használunk lassan lebomló tápanyagot. Ezeket nyilván pótolni kell egy éven belül, de alapjából véve hetente, két hetente megyünk ki a valami fület keresek. Itt van. A referenciáknál van a gyövői takarék szövetkezet. Igen, az például az is a saját munka. Ahogy mikor tehetem, azon bújom az oldalakat, hogy felkészültem, amennyit tudtam. És aki még nem látta... Igen. Tehát akkor a referenciákban. Jó. Tehát számomra nagyon nagy élmény volt, hogy ilyet láthattam még csak képeken, mert élőben még csak a Telekomnak a Krisztina körúti központjában van, ahol láttam. Itt a tipnek is olyan, nem a 14. Nem voltam még ott. Én megjövő lakásból talán egyetlen egy oszal? Igen, én abszolút. Ami a legfontosabb számunkra, a vízkiállás, az viszonylag közelbe legyen. Nem jövő lakás, és nincs vízkiállás. De valamilyen víz van a lakásban. Persze, a fürdőszobában biztos. Igen. Hát most innen láthatatlanból... Nem, de hogy egy példát mondjak, van olyan irodaházunk, ahol a második emeletre kértek zöld falat, nem volt vizes blokk, tehát az első emeletről kellett vizet hoznunk, de meg tudjuk oldani, vagy meg tudtuk ott oldani, hogy bármiféle födémet fúrjunk, vagy tehát, hogy lebontsuk a fél emeletet. Ott viszonylag szerencsés volt a csövezés, meg a mindenféle kábelezése az épületnek, tehát át tudtuk viszonylag könnyedén húzni a falon, vagy az emeleten a vizet. De van például olyan munkánk is, ahol meg 20-valány méterről kellett odahoznunk a vizet, ott álmennyezet fölött tudtuk megoldani. Jó, tehát magyarán a válaszod az, hogy egy meglévő lakásban, akkor tudsz zöld falat csinálni, ha valahogy a vizet oda megcsinálni. Igen, illetve hát mérettől függően azért van olyan megoldás is, például amit mutattam a zsebeket, ez a három oldalú, ott például nem tudtuk oda vezetni a vizet, ott egy nagyobb vízzel vezető tárcát csináltunk, és egyrészt felszivatni, illetve egy ilyen kis fűtető szál van benne, hogyha az öntözés során ugye a gravitáció azért húzza le a vizet, és tehát, hogy el tudjon párologni a víz. Ne az legyen, hogy kifolyik, vagy eláztatja az irodát. Én most csak kérdezem, hogyha azt mondják, hogy egy olyan raktárban, ahol nincs kiépítve a víz, és akkor ilyen közlekedő edények alapján, hogy valami, hogy így szép saját maga lefolyik, adni, amennyire pont szükség van. És működik. Akkor én nekem csak mindig azt a edényt vagy tartályt kell tölteni. Igen, abszolút teljes egészében működik. Hát és a gravitációt kell kihasználni, illetve van... Nem is akkor a költség. Nem is akkor a költség. Mondjuk különösebben egy 10 000 forint körüli automatika, ami mondjuk meg a szerelvények, amivel egyébként a víztechnikához csatlakozunk.
Ez a megoldás azért jó, illetve azért kell ilyen irányban is gondolkodnunk, mert hála jó Istennek azért az öntözés technika elég jó fejlett, és nagyon sok cső áll rendelkezésre. Tehát a mikroporózus csőtől kezdve a viszonylag nagy lyukú csövön át az izzadó csőig. Tehát nem az kell, hogy egy-két bár legyen a cső nyomásba, hogy azon keresztül tudjon szivárogni a víz. És van ilyen mobil fal, ahol így csináltuk meg, tehát egy tartály van a tetején, és azon keresztül szépen szivárog. Köszönöm. Igen? A tartály, bocsánat, és az a tartály az lehet olyan dizájnos, hogy beleírjuk a lakásba? Abszolút. Igen. És akkor azt kell tölteni kényszer. Így van, így van. És milyen karmantoltást igényel ez a fal? Ugyan, abban víz kiállás. Igen. A telepítéstől számítva egy 2-3 hétig viszonylag rendszeresen megyünk ki, ami mondjuk azt jelenti, hogy hetente kétszer. Hiszen a növények azért egy elég komoly stressz hatáson mennek keresztül. Tehát eleve már, hogy az átültetés, a textil, új környezet, stb. És óvatatlan, hogy azért van pár növény, ami ezt nem bírja. De egy ilyen 1-2% körülbelül, amit tudok mondani. Ennél a falnál, ez most per pillanat Magyarország legnagyobb beltéri zöldföld, ez 57 négyzetméter. Itt nem cseréltünk 10 növényt a beültetés után. Tehát elenyésző. És milyen jellegű növények vannak, hogy esetleg vannak-e kihalott fajok közül, vagy ilyesmi, hogy arra is jó lehetne ezt, hogy megmenteni? Igen, abszolút. Az optimista válaszom az, hogy végtelen a verzió. A kicsit reálisabb az, hogy viszonylag korlátozottak azok a fajok, amik beszerezhetőek itthon. És ennek pusztán annyi az oka, hogy holland brókerek döntik el azt, hogy mi érkezik ide Magyarországra. Tehát konkrétan teljes egészében virágtőzsde van, közgazdászok, ők ebben a szférában vannak. Tehát semmit nem értenek a növényekhez. Kis monitoron látják, épp az árnak megfelelően ütik, hogy melyik jön. Ez egy viszonylag korlátozó tényező. A másik az, hogy azért van egy 2-3 tucat olyan növény, amit én, mi személy szerint, illetve nyugodtan mondhatom, hogy a zöldfalas szakma ismer. Ezek jól bevált növények. Viszonylag strapabíróak, illetve rendelkeznek olyan plusz hozzáadott értékkel, mint például, hogy hatékonyabban fogja meg a káros anyagokat, az oxigén termelése fokozottabb, ilyesmi. És a terápiás tényekről szeretnék kérdezni, van-e területek kilépni az ország határain kívül ezek a van, igen, abszolút, abszolút. Most ez a Miskolci kert egy kicsit be tudott mutatkozni Londonban a Design héten, de alapjában véve nagyon, nagyon nyitottak vagyunk. Lengyelországban már próbáltunk egy-két kört futni, autista otthonokban. Egy... Nem az otthonokat, hanem a kifizetőjeket, mintán konkrét adatait. Igen. És eredményeket tudtok mutatni, másnak. Hát legalábbis most ezért többen foglalkoznak ezzel, de mindenképpen tehát lesz egy olyan anyag, ami teljes egészében validálható, meg dokumentálva van. Úgyhogy hát igyekszünk azért persze ennek a szakmai fórumokon is publicitást adni, tehát itt gondolok inkább tehát ilyen orvosi vonalon, hogy milyen pozitív hatása van. Csak már feltételezem, hogy a miskolciak az autók adtak ezt támogatást. Nem. Ez egyáltalán nem titok, ez egy svájci civil programon keresztül történt a finanszírozás. És valamilyen szinten érintve volt benne az ökotárs, tehát voltak kemény hetek ott is, mert bennünket is keményen szétszedtek. Tehát birkózni kellett? Bocsánat, hogy ezt tudom. De, mert igen. Tehát olyan nonsense dolgokat kellett csinálni, csak egy kis érdekesség. A fóliás sátrak fűtetőek.
És tavasszal, amikor már gyönyörű idő volt, volt egy-két hét, amikor megpezsült a természet, elkezdtek nőni a növények, le lehetett kapcsolni a fűtést, de nem lehetett, mert bármikor várható volt az ellenőrzés, és ilyen 28-30 fokon kellett tartani a fóliasátrat, döbbenetes mennyiségű tüzelőanyagot elégetve. Csak azért, mert nem tudtuk azt, hogy mikor van kontroll, és hogy mikor van az, hogy jönnek ellenőrizni, mert azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon komolyan tartsunk be mindent, mert probléma lehet. Vissza kell fizetni a pénzt, vagy akármi, vagy bármi. Igen. Tehát ezek azt hiszem érdekes dolgok, és... De nekik a termesztés technológiai részére nem volt annyira ellátások, hogy ezt belássák, hogy így pazarlás az egész? Az a helyzet, hogy tisztában voltak már akkor ezzel, hogy hiába, tehát alapjában véve a fűtés segített, mert egy másfél hónap előrébb tudtuk kezdeni a palántázást, meg a palántanevelést. De mégis volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen csak égetni kellett a tüzelőanyagot, mert nem tudtuk, hogy este 11-kor jönnek ellenőrizni, vagy délután 2-kor. És pusztán csak a szerződésben foglaltak szerint próbáltunk eljárni. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet, ami egyébként nagyon vicces, mert a Magyar Nemzeti Banknak a kivont bankóit tüzeltük. Ja, igen, az egy tégla 4 millió forint van benne. Egy darab tégla 4 millió forint van. Tudom, hát a nagybátyám cége mellett darálják, úgyhogy ő is megérztem. Úgyhogy ez jó volt. Itt már Erzsébet tutalványra álltattál úgy jobban, úgyhogy... Azt is darálják, igen. Igen, hát vannak ilyenek is. De hogy visszatérve még a nemzetközi dologra, hogy amit erősnek érzünk, az az autista specifikus kert dolog. Igen, jó, nagyon jó a kérdés. Erről akartam is igen egy kicsit beszélni, köszönöm, hogy főhoztad. Abszolút nem használunk semmiféle vegyszert. Teljes egészében semmit. Egyrészt azért nem, mert miattuk, másrészt meg miattunk. Tehát ez nekünk is egy kísérletezés volt, különösen a fóliasátrakban, mert azért az egy speciális környezet, tehát ott nagyon észre kell lenni, hogyha valami nem úgy sül el. Itt a kórokozókra gondolok. És azt is próbáltuk a lehető legdiverzebben ültetni, tehát akár soronként változtatva is a dolgokat. Volt egyszer-kétszer sajnos, amikor a tücskök azok dolgoztak, de hál' Istennek most 2 szezon lement, nem volt valami nagy invázió. Ez mindenképp jó. A kinti kert az meg teljes egészében diverz, ott úgy működik a dolog, hogy a mostani tél után kellett pótolnunk egy 6-8 növényt, de nem tudjuk, hogy ez miért durant el. Igazából nagyon nagy fagyok nem voltak, igazából egyszerűen ők eddig bírták. De hál' Istennek, tehát tényleg a citromfű, a zsája, tehát ilyen komolyan ilyen derékig érő történet, és még egy mondat csak erről, hogy egy szárítót is építettünk, mert olyan mennyiségű ilyen növény van, hogy tehát nem tudunk vele úgymond mit csinálni, és abszolút kellett gondolnunk a feldolgozásra. És már többlet van a kertben? Van. Igen. Van többlet, és igen. Az, mondjuk most én elnézést kérek még egyszer, tehát akkor az már értékesítve van, és akkor az ott lakóknak az jövedelmet képez? Nem értékesítve van, teljes egészében a konyha használja föl, úgy... Hát akkor az tartott?
Hát igen, tehát amit ugye lehet tartósítani, vagy tehát olyan mennyiségű termény keletkezik, az természetesen tehát feldolgozva elrakják, hogy legyen savanyúság, befőtt, lekvár, stb. Vagy szárítva, az megy ilyenfajta elraktározásra. A 4-6 fős enyhefokú autista kis csapat, ők ezért tehát havi pénzt kapnak nekik ez a megélhetésük, annak ellenére, hogy ők az otthonban laknak, de hogy minden terápiában lévő autista pénzt kap a munkájáért. És itt több terápia van az otthonban. Van a kertterápia, van egy kézműves, egy nagyon komoly fonó és szövő kis üzemük van, tehát ott például már nemzetközi szinten árulnak régóta, egy nagyon jól működő webshopuk van, amivel talán találkozhattatok idén, tavasszal, ez a Kele nevezetű ruhamárka. Nem, a márkát nem, ez, nem akarok butaságot mondani, de talán ez egy olasz márka, de elindítottak egy olyan ruhakollekciót, ahol autistáknak a rajzai van a ruhán. Döbbenet. Tehát így... Mekkora fantáziájuk van nekik, elképzelni nem lehet. Azt látni kell, igaz? Hát ehhez csak egy mondat, hogy évek óta van a Mosoly Otthon Alapítvány szervezésében rajz aukció. Bőven 100 millió forint feletti bevételt hoztak már. És a ruhakollekción túl sikerült leszerződniük egy olasz selyem sál gyártó céggel. Tehát a selyem sálakon is az autista motivumok visszaköszönnek, és egy ilyen kollekció is elindult. Nagyon jó nemzetközi forgalmazása van. És ezek a sálak egyébként nem olcsók, tehát ilyen 30 ezer fölött indulnak. És nagyon jól működik Miskolcon is a rajzterápia. Ennek egyébként Tarhajni a vezetője. A kicsit talán ismerős lehet a neve, egy kortárs képzőművész, és ő rettenetesen komolyan foglalkozik az autisták rajzterápiájával. Úgyhogy ez egy nagyon sikersztori, nyugodtan lehet mondani. És ugye ezeket a pénzeket visszaforgatják az otthonokba. Ahhoz az Autisták Országos Szövetsége, tehát ők el tudnak menni akár egy-két hétre nyaralni. Ezek mind rájuk fordítódnak. Úgyhogy abszolút pozitív csalódás volt. Nem mintha lett volna bármiféle elvárásom, vagy valami negatív érzésem, amikor elkezdődött ez a munka. Én rettenetesen kíváncsian vártam, mert nem nagyon találkoztam előtte autistával. És én az esetek többsége egyébként lent is alszom. Tehát ott ő velük? Igen. Van akkor egy ilyen kis vendégszoba, akkor kiürítik az egyik szobát, és hát nyugodtan mondom most már, hogy barátságok születtek. Az enyhefokúak közt egyértelműen, de hál' Istennek az otthon vezetésével is már nagyon-nagyon szuper a viszony. És döbbenett egyébként így a kommunikációjuk így az autistáknak, tehát így belenéz az embernek így a szemébe, és olyan jellemrajzot, meg olyan dolgokat mondanak így rögtön, tehát az apró mimikából, a testbeszédből, a gesztikulációból, egyszerűen olyan szinten átjön nekik, hogy milyen ember áll velük szemben, hogy ez tényleg hallatlan. És nagyon szuper dolog. Az egy kicsit sajnálatos, hogy a középsúlyos-súlyos autistákkal nagyon nehéz a kommunikáció. Már csak azért is, mert jelentős részben társul valamiféle szellemi vagy mozgásszervi betegséggel is az autizmus náluk, és hát ez kemény, sajnos. Úgyhogy ők nem dolgoznak egyáltalán a kertben, nekik annyi
úgymond az élvezet ebből, hogy a terápiás kertben azért kim vannak, illetve a konyhában ugye azt az élelmiszert teszik, ami ott társaik megtermelnek. Úgyhogy én nagyon, nagyon jól érzem magamot, meg a kollégáim is, abszolút találtunk ebbe lehetőséget, és nem is az, hogy ebből meg lehessen gazdagodni, mert hál' Istennek arra ott vannak a multicégek, akiket jól el lehet húzni, hogy ilyen projekteket lehessen finanszírozni, vagy tovább inni. Úgyhogy ez fontos nekem személy szerint különösen. Falon? Egyrészt... Egy-egy eset kivételével gyakorlatilag organikus szereket használunk. Érdekes módon irodaházokban is ugyanúgy el tudnak szaporodni a kórokozók. Ennek nagyon egyszerű oka van. Bármelyik dolgoz, aki behozza és az íróasztalára teszi a beteg növényét, és onnan akár egy hozzáéréssel, vagy tényleg egy fuvallattal, vagy a zárt légtechnikán keresztül is el tud terjedni, mert ez is kőkemény, hogy a mostani irodaházakban nem lehet ablakot nyitni. Én nem tudom, hogy ez miért van, de hogy mindent megoldanak a légtechnikával. És nem lehet az ablakokat nyitni, tehát teljes egészében megy a légkondicionálás. Igen, mondjuk én nem vagyok épületgépész, tehát nyilván meg lehet ennek is az oka, de az én szemszögömből nézve ez kicsit így furcsa. Tehát visszatérve egyrészt tehát az öntöző rendszeren keresztül ilyen folyadékbevitel történhet, vagy folyadék formájában. Másrészt meg az ültetés során már eleve bekeverünk tápanyagot, és ezek ilyen fél egyéves kioldású, tehát hosszú időtartamú tápanyagok. Organikus szereket használunk, tehát teljes egészében igyekszünk. Amit az előbb is mondtam, és csak ismételni tudom, hogy a kórokozók ellen néha kell használnunk valamiféle mesterséges szert, de ott is igyekszünk mindig a legenyhébbet választani. Azért is, mert, ahogy mondom, ezek zárt terű létesítmények, nem tudjuk kiszelőztetni a helyet, és hogyha este oda megyünk, befújjuk valami kőkemény méreggel, akkor ez reggelre biztos, hogy nem fog kiszelőzni, és ezt nem lehet. De például próbálkoztunk már olyannal is, és nagyon szuper volt a tapasztalat, hogy biológiai növényvédelem, tehát kis ilyen fátyolkákat engedtünk a falra, és azok eszegették nem is tudom, kicsit gondolkodnom kell, hogy mi ellen, a lisztecske ellen. Ez is. A katica is, igen. Irodában. Hát az a helyzet, hogy nem mondtuk el. Titkosítva. Igen, egy-két ember tudta, aki már így az ismerősünk, de ezek ilyen szárnyatlan formában lévő állatkák, és tehát nem azon, hogy ott repkednek, meg semmi. Ott szépen mennek, föleszegetik, és utána, hogyha nincsen ugye táplálékuk, akkor ők elpusztulnak, nem tudnak szaporodni. És ez bejött. Be, igen. Aha, abszolút. Nagyon jó. Egy hátránya van, talán az, hogy Ausztria távolabbi feléből kellett rendelni, mert itt nem lehet kapni. Nem arról, hogy most utána kell néznem, nem fog eszembe jutni. A krizoperla az megvan, tehát azt a fátyolkát használtuk. Viszonylag egyébként olcsó. Hát ugye expresszel kell küldeni, de nagyon kis ötletes, hát ez egy nagyon komoly cég egyébként, tehát megvan nekik a gyakorlat, hogy kell postázni ezeket a kis állatkákat. Ilyen kis kókuszrost van,
és akkor abban ott rohangálnak, hogy szépen a dobozt csak ki kell tenni, kimásznak belőle, és onnantól kezdve dolgoznak. Akkor ők elpusztulnak, mert nem tudnak szaporodni. Úgyhogy ez egy jó pofa dolog. És ez is csak inkább azt mutatja, hogy kicsit visszakanyarodjak az előadás eredeti témájához, amiről nem tudom, mennyit sikerült elmondanom, de hogy a zöld területfejlesztés, hogy ez például teljes egészében ez egy szűz területi ton. Lehet, hogy vannak azért sporadikusan, akik hobbi szinten ezzel foglalkoznak, sőt biztos, de hogy egy jó ellátórendszer ez nem működik itthon, és érdemes lenne valakinek ezzel foglalkozni, mert ezeket a kis állatkákat viszonylag könnyű szaporítani, tehát egy fél teremnyi hely bőven elég, hogy több tucatnyi ilyen ragadozót. Hát az biztos, hogy lenne egyébként, mert egyre több organikus kertész van, meg biogazda. A biokertészek is, hát hoznak fülkész darazsat, gondolom, akkor ezek szerint a kis ugyanonnan hozzá. Vannak magyar cégek, tényleg vannak olyan fajok, amik kellene, és nincs, nem magyar cég, tehát nagyon sem nem forgalmaz, mert nem tudjuk. Igen. Igen. És ha haza sem megyek, hanem mondjuk itt szeretnék egy zöld falat, akkor itt én meg tudom csinálni, vagy fel kell hívni? Van, persze, erre is lehetőség. Hál' Istennek az internet a barátunk. Nagyon sok ilyen csináld magad, ez a DIY dolog működik. Akár raklaptól kezdve, tehát bemenni egy jobbiba vagy praktikerbe, összeszedni az alapanyagokat, nyugodtan meg lehet csinálni. Csak ha befullad, akkor dupla pénz lesz kijönni és rendbe rakni, ugye? A Dorkának nem. Kell a whisky. Hát akár, de mondjuk tényleg, hogyha akár egy ilyen két lapnyi zöld falat, ezért ezt nyugodtan végig lehet spricceni. Tehát ez nem az van, hogy ezeket naponta fél órákon keresztül kell öntözni. Meg hát, hogy itt nyilván lehet játszani az ültetőközege, hogy olyan kialakítás, hogy kicsit több földet belerakni, ezáltal lehet egy kis több perlitet, és ilyen 3-4 nap, de akár egy hét öntözés is ezek kibírnak a téli időszakban különösen. Úgyhogy elég sok megoldást lehet látni az interneten, kinek milyen igénye van, akár egészen esztétikus zöld falakat is lehet csinálni. Annyi, hogy esetleg az anyagbeszerzéstől függ, hogy milyen zöld falat tud csinálni az ember otthon. Világítás? Igen, a világítás az, igen, ezt elkezdtem, de aztán nem fejeztem be, hogy amit mi használunk, azok kifejezetten termesztő lámpák, LED-del dolgozunk, napfény azonos LED lámpák. Ennek két oka van, hogy miért ezt. Egyrészt, mert energiatakarékos. Másrészt meg vannak azok a hullámhosszok benne, ami egy esetleges teljes növényi életciklust le tud fedni. Tehát teljes egészében a csirázástól segítő hullámhossz is megvan benne, a termőrefordulás segítő hullámhossz is megvan benne. Úgyhogy tudjuk variálni ezeket a hullámhosszokat. Még akár egy díszfalnál is. Úgyhogy ez egy nagyon jó játék nekünk is. Azért mondom játék, mert tehát mi nem vagyunk úgy elektromérnökök, vagy bármilyen világítás technikával foglalkozó emberek. De azt hiszem, hogy azok is lennénk így, eléggé föl kellene kötnünk a gatyát, mert ez a LED technika, meg technológia, tehát olyan szintű változás van, mint az informatikában. Tehát így, ami a héten még világszenzáció, az két hét múlva már nem lesz az. És már lesz egy újabb termék, még nagyobb hatékonysággal. Bele lehet menni egy kicsit jobban is, így a LED-be. Amire mi használjuk, arra tökéletes. Hogyha már ilyen nagyobb üvegházakat vagy fóliasátrakat világítanak, ott azért látja az ember, vagy tud olvasni olyanokat, hogy nem biztos, hogy még a LED a legjobb megoldás, lehet, hogy a klasszik fémhalogén égő
még jobb. Hát annyi ugye, hogy mérlegelni kell. Talán találkoztatok, pár hete volt egy cikk, ez több fórumon, hogy a Toshiba például anno a válság miatt leállította pár szerelő csarnokát, a termelés visszaesett, és egy olyan arculatbővítést vittek véghez, miszerint az egyik ilyen gyárcsarnokot beépítették ilyen polcrendszerre működő vertikális kertészet, és úgy tudom, hogy 2-3 éve működik, évi 100 millió fej salátát termelnek. És igen, ez ilyen 7 szintes, tehát teljes egészében ilyen labor körülményeket kell ott elképzelni. És csak hogy a ledre egy utalás, hogy ott tehát teljes egészében mesterséges világítás van. És itt azért egy környezet természetöltős ember azért jogosan teheti fel a kérdést, hogy tök jó, hogy akár hidropóniásan termesztjük meg a növényeket, meg kontrollált körülmények között, ahol akár tényleg a víznek a jelentős részét vissza tudjuk forgatni, vagy nem használunk annyit, de hogy igen, de mi van a világítással? És akkor ez akkor lenne talán szerencsés, hogyha valamilyen alternatív energiaforrással lehetne ezt üzemelni. Igazából ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk ezek a zöld falak, ezek inkább átfelelően működnek, vagy valóban tud tápos növényt is hordozni? Hát a beltéri dísznövényekkel egyértelműen, tehát virágzó növények. Van azért, tehát nagyon-nagyon kevés olyan zöld falat csináltunk, ahol nincsen természetes fény. Talán egyet tudnék mutatni. Hát az, hogy a direkt napfény azért az nem nagyon különösebben. Azért sem, mert amit említettem, hogy ez a 2-3 tucat faj, ami jól működik. Ezeknek is a nagy része olyan növények, ami ilyen epifiton, tehát fánélő, alapjába véve, tehát a természetéből, a habitusából fakadóan is árnyék, félárnyék tűrőek. És akkor persze lehet játszani, meg megtörni a falat egy-egy hangsúlyosabb növényel, de ez mindenképp így a tervezés, vagy az a legideálisabb, amikor tényleg a tervező asztalon már számolnak az építészek, vagy a belső építészek egy zöld fallal, és a tájolást úgy tudjuk alakítani, hogy minél kevesebb mesterséges megvilágítás legyen. Ehhez nyilván majd azonosulni fog az, hogy akkor de nem árnyéktűrő növényeket fogunk rakni, ahol esetleg direkt napfényt is kap. De megmutatnám akkor itt a Pátria falát, mert az például egy nagyon, nagyon szép példája ennek. Na itt például gyakorlatilag nincsen mesterséges világítás, és mindjárt látni is fogjátok, hogy miért. Nagyon egyszerű. Ez egy teljes egészében egy átrium. És egyébként nem fogjátok kitalálni, hogy mik a fényforrások. Ezek itt. Ezek a belógó lávakövek. De ez nem a falat világítja meg, hanem ott ezt a belső teret. Uh-huh. És itt gyakorlatilag nincs olyan lámpa felszerelve, ami kifejezetten a falat világítaná. Ez reggeltől délutáni kora esti kapja, hol az 1-2 órás direkt napfényt, hol a szűrt fényt, itt konkrét dzsungel van. Ez a gyömrői takarék és a díjat nyert. Így van, tavaly előtt ez volt az év zöld fala, így van. Hát ezt úgy csináltam én, hogy mielőtt elkezdődött ez a cég, ennél a cégnél dolgoztam. Tehát ezt is, illetve az előbb mutatott Eiffel-palaszt, ezek még részben ilyen saját munkák is. Úgyhogy... Ezek sugároznak utána ők is, mikor a fényben pedig visszanem. Mármint a növények? Annyira nem.
Hát az a helyzet, hogy nem tudom, de itt ennek a kialakítása, az előtérnek a kialakítása, ennek a legnagyobb tétele, ezek a lávakövek voltak, ezek, tehát ilyen dizájn elemek, nem akarja senki tudni, hogy mennyibe került. Kökemény. Tehát ebből, ezekből a lámpákból, amik ott lógnak, szerintem 3 ilyen falat lehetett volna csinálni. De... Mm-hmm. Hát a társítás alapjába véve működik jól, minden növényel. Úgy minden növényel, hogy ez a 2-3 tucat jól bevált növényel. Hát itt, amit mondjuk, ez egy filodendron, ez a legyező páfrány, vagy könnyező pálma, pontosabban, bocsánat, a monstera. Aztán van itt, az a baj, hogy nem nagyon tudom magyarul őket, de például itt fönt ilyen aszparáguszon, tehát ez a klasszik, régi, jó spárga, így van, ami minden lépcsőház fordulójában megtalálható volt egy időben. Aztán... Hát valószínű lehet, így, vagy lehet, hogy ezt nem nagyon tudtam átadni, hogy azért ez még egy kísérletezés. Nagyon, nem sok olyan beltéri dísznövény van, ami alapból illatot áraszt. Talán mondjuk a spatifilum, nem a flamingó virág, de az is például nagyon... Nem, majd mindjárt... Na jó, nem fog eszembe jutni, de spatifilum, de azt talán így lehet kapni a bármelyik kertészetben. Egy nagyon klasszik, nagyon hálás beltéri növény. Ez folyamatosan virágzik egész évben. Annak ilyen nagyon kellemes kis vaníliás illata van. De... Hát úgy van, hogy ilyen kísérletek vannak, egyelőre jól működik. Azért nehéz a fűszerfal, vagy legalábbis ott nagyon szét kell szedni, mert tehát ott az évelőt, az egy nyárival nem tudjuk összeültetni. Vito, az, igen, kösz. Te Google-e barát? Igen. Hogy tehát beltérben elég macerás az évelők. Nek a termesztése. Van egyébként, ami jól működik, de ezt még nem merjük azért. Tehát maximum olyan partnereknél tudjuk ezeket kiépíteni, akik belemennek abba, hogy ez egy éles teszt. Jó. Mert hogy beltérben egyébként ez nagyon-nagyon érdekes lehet, hogy tényleg, hogy működik a bazsalikom egy menta mellett, vagy egy citromfű mellett. A bazsalikom az óvatatlanul is azért el fog száradni, bár vannak olyan kertészeti megoldások, hogy lehet évelővé is nevelni, de azért ez kemény rutint, meg gyakorlatot igényel, meg nem is mindegyik bazsalikom faj alkalmas erre. De hogy ott a párosítás, az egy nagyon, nagyon jó pofa kísérletezés, és hát most egyelőre, ami teszteket csinálunk, azok teljes egészében kültéri kis moduláris elemek, ilyen 4x4 vagy 3x3-as zsebes kialakítás, és akkor azok tavasztól őszikén vannak, és ott lehet az év előtt, az egynyarival, meg gyakorlatilag bármilyen növényt bármivel párosítani. Egyelőre most ez a tapasztalatunk. Aztán lehet, hogy a gyakorlat ezt majd pár szó meg fogja cáfolni, simán benne van, mert vannak olyan növények, például a kicsit, hogyha visszakanyarodok a dísznövényekre, a begónia fajták, azok viszonylag egy érzékeny növénycsalád, és nem könnyű életben tartani a falakban. Ugyanakkor nagyon nehezen tudunk nem számolni vele, mert olyan fajta a változatai vannak, hogy tehát komolyan én nem is tudom, hogy olyan rajzolatok meg
iszonyatos, így a színek, a kombinációk, a mintázás, a levélforma, a spiráltól kezdve döbbenet, és ezek nagyon jó látványelemek. És hát, hogyha ideális környezetben van, akkor borzasztóan jó nő, de a vízre ő elég érzékeny, és akkor itt talán valaki kérdezte, hogy az öntözés az hogy van. Egyrészt ugye azért megtervezzük a falat, mielőtt beültetjük, azért tehát tudjuk optimalizálni egyrészt az öntözést is, mert nem az a célunk, hogy ott egészen folyjon a víz. Tehát alapjába véve egy minimális túlfolyással most már tudjuk, hogy hány négyzetméternyi fal mennyi vizet vesz fel a növényekkel együtt. De minden rendszernél, mint ahogy itt is, csak itt a kialakítás lehetővé tette azt, hogy ne látszódjon, de itt van egy úgymond ilyen túlfolyó, ami a lefolyó rendszerhez van hozzákötve. Mert ez a fal egyébként 6,5 méter magas, és azért ezt nem tudjuk megvárni, hogy a legtetejéről, mire legaljáig lefolyik a víz, azért tehát óhatatlanul is valamiféle csöpögés van alul. Tehát azt a vizet el kell úgymond vezetni, hogyha nem párolódott el. De ezért most már viszonylag nagy biztonsága, illetve pontosan be tudjuk lőni azt, hogy mekkora méretű falnak mennyi víz kell. Igen, jó. Erről is akkor egy pár mondatot. Igen. Na most úgy van, hogy a zöld falas cégek úgy dolgoznak, hogy árulják a zöld falat. Egy négyzetméternek a mostani ára nem olcsó, 140 ezer-től 200 ezer forint per négyzetméter. És ezzel neked így válaszolnék is, hogy per pillanat nem tartunk még sajnos ott, hogy valóban a magánfelhasználót célozzuk meg. Ez az ár azért viszonylag pozícionálja azt, hogy a nagyobb közösségi terek, irodaházak, tehát nagyobb épületekben legyen zöld fal. De mi egy olyan dolgot találtunk ki, ami talán egy fokkal jobb, ugyanis mi nem van lehetőség nálunk is megvenni a falat, de alapjában véve mi úgy dolgozunk, hogy bérbe adjuk, és nálunk most per pillanat egy négyzetméter fal, az 12 ezer forint, és akkor ez havidíjas szolgáltatásban van. Most, hogy egy kicsit jobban lásd a képet, ez a fal, ez 14 négyzetméter. És akkor itt volt a négyzetméter ár olyan 170 ezer forint, tehát mondjuk ilyen durván, ilyen 2,5-3 millió forint volt ez a fal. És még a nagyobb irodaházak, vagy irodák se szívesen csengetnek ki, így kapásból 3 millió forintot, plusz ebben nincsen benne a fenntartás, tehát abban biztos lehet mindenki, hogy aki építette a zöld falat, az még majd egy külön szerződést fog oda tenni, hogy a fenntartást is megszerezze, mert abban is jó pénz van. Ez a fal, hát ez ilyen 30-40 ezer forintnak a havi fenntartása, tehát ki lehet számolni, hogy éves szinten az is azért egy jó kis költség. És akkor nálunk pedig az van, hogy nincsen semmiféle ilyen dolog, tehát nincsen ilyen nulladik havi, hanem hogyha az ember akar egy 10 négyzetméteres falat, most csak így az egyszerűség kedvéért, akkor ez 125 ezer forint, és akkor abban benne van a telepítés, a vízkialakítás, a túlfolyó, a textil, a lámpa, a növények, a fenntartás, az esetleges növénypótlás, a tápanyagok, minden.
És akkor, ez, ahogy tapasztaljuk, ez egy kicsit jobb konstrukció az embereknek, és így kicsit így nyitnak, mert ezért az ár az viszonylag magas, és ezért is hangsúlyoztam azt, hogy kifejezetten próbálunk koncentrálni a magyarországi beszerzésre minden téren, mert azért az árakat eléggé lenyomja. Hát a múltkor számoltuk össze egyébként, hogy 20-valahány cég hirdeti magát, hogy épít zöld falat, de ebbe például találtunk olyan győri autószerelő céget is, aki valószínű az Alibabán vagy az eBay-en rendelt nagyobb mennyiségű műanyag paneleket, és akkor ezt így elkezdte így forgalmazni, gondolom, mint mellékes. Tehát ebben ilyen is van. Van olyan, aki még egyáltalán nem épített falat, de ott van a tevékenységi körében. Inkább azt mondom, hogy a magyarországi zöld falaknak a 90%, 95%-át ezt 3-4 cég csinálta. Mondjuk most egy ilyen durván, szerintem egy ilyen 3 tucatnyi fal lehet talán Magyarországon. Ebben nem számolom be persze azokat, amiket saját kezőleg csinál az ember, vagy tehát ilyen önkéntes módon. Mert azért elég sok ilyen moduláris rendszert lehet találni az interneten, tényleg egy fél óra keresés alatt. Jó pár rendszert ki fog dobni a gép, és ezeket tényleg, tehát viszonylag könnyen beszerezhetőek az interneten. Nem feltétlen ajánlom, mert ezeknek azért van gyerekhibája, akár az, hogy ilyen nagyon kicsik az ültetőközegek, azok egyáltalán nem csatlakoznak a többi ültetőközeghez, nagyon könnyen ott be tud ragadni a víz, ami gyökérrothatást tud okozni, vagy eleve kiszárad nagyon könnyen a föld. Tehát volt olyan rendszer most cég név nélkül, egy pécsi kávézóba épített egy zöld falat, és sokáig úgymond így versenyeztünk, hogy kivel csináltatja majd a kávézó a zöld falat, és akkor nem minket választottak, de utána többször hívtak kétségbeesve, hogy jöjjünk és csináljunk valamit, mert megdöglöttek a növények, pont azért, mert ilyen öklömnyi helyen se voltak a földlabdák meg a növényeknek a gyökerei, tehát egyszerűen nem volt hely. És az volt még a nehézebben, hogy ez a cég nem volt egyáltalán pécsi kirendeltsége, tehát így Pestről kellett úgymond így ellátni a gondozást. Aztán később megbízott egy helyi kertészetet, de ők meg annyira nem foglalkoztak ezzel az üggyel, hogy hiába hívogatta kávézó ezt a kertészetet, tehát nekik úgymond nem volt, teljes egészében érdeklenek voltak, és nem mentek ki gondozni. Úgyhogy jól tudom, 3-szor vagy 4-szer kellett az egész falat újra telepíteni. Úgyhogy hát van ilyen is. Na, mondtad ezt a bérbőlvest. Igen. Vegyük be ezt a példát, hogy itt van ez a két sem. Igen. Te ide kihozol valamit, fölteszed egy nap alatt, akkor ők elkezdenek bérleti díjat fizetni, és 2 hónap múlva azt mondják, hogy nem fizetik a bérleti díjat, de ezt felhasználni, és elviszed? Hát nem volt még ilyenre példa, de valami ilyesmi. Tehát, hogy akkor ez nem annak a tulajdona, akinél van a zöld fal. Nyilván a kialakításban azért igyekszünk úgy, hogy ne sérüljönek így a falak, tehát persze föl kell fúrni, tehát annyi van, de nem az van, hogy utána 3 köműves fog itt dolgozni 2 napon keresztül, hogy rendbe rakja ezt a falfelületet. Nagyon egyszerű egyébként így a rendszer, bocsánat, csak hogy lássátok. Egy távtartó van. Ennek az az oka, hogy legyen egy légréteg a fal és a zöld fal között,
Hogy ne csapódjon le a víz, ne penészesedjen be a fal, járjon a levegő, cirkuláljon. Van egy merev lemez, amire a textilt föl lehet rakni. Ez azért, mert megadja a merevségét, mert alapjában érted, így a textil ugye azért az nem egy nagyon szilárd valami. És gyakorlatilag ennyi. Meg az elvezető. Meg az elvezető, és így a faltól, persze növény mérettől függően, de hát így 20 centiről beszélünk. És akkor ugye indulnak a növények, de még 20 centi se, 15. És ugye mondjuk vegyük azt, hogy nem tudnak szerződést a rendszeresen, Hát az a helyzet, hogy nagyon, nagyon jók a kérdések, de nem találkoztunk még ilyennel. Tehát mindenképpen, már csak azért is, mert itt a humuszban feltételezem azért, hogy jobban gondozzák a növényeket, vagy gondoznák, mint mondjuk egy lámpa bútorboltba, mert ott nem feltétlen várja el az ember, hogy értsenek ott annyira a növényekhez. De meg tudják ők magukat, az a lényeg, hogy nincs, és akkor neked mondjuk ki kell jönni egy évben, de egyszer hát nem, azért nem, mert azért ezek élő növények, tehát itt metszeni kell, hogyha az ember nem szedi ki, itt láttátok majdnem minden falon, hogy ez egy összefüggő zöld réteg, itt egy idő után, egy-két hónap után, akár egy 15-20-30 centis lomb, vagy tehát levél réteg is ki tud alakulni, onnan ott óhatatlan, hogy alatta vannak sárga levelek, hogyha azokat az ember nem tisztítja rendszeresen, pillanatok alatt belül olyan kórokozó ellepik a falat. Ezekre figyelni kell. De ez csak egy apró dolog. Tehát azért valamiféle növény, nem is növény ismeret, de ilyen kertészeti tudás, de válaszolva a kérdésedre, és tehát egyáltalán nem akarom a zöldfalasoknak a tevékenységét az égbe emelni. Egy jó érzésű ember, aki szereti a növényeket, hobbi kertész, bármi, tehát alapjában jövő, igenis, persze, meg tudja oldani magának, hogy ő gondozza a falát. Ez nyilvánvaló, tehát ugyanúgy növények, semmi. Egy-két max a technikán, technológiában van egy-két olyan dolog, amit esetleg ő neki egy-két megmutatás után valószínű ugyanúgy fogja tudni használni. Tehát ugyanúgy tudja állítani az automatikát, tehát semmi extra olyan hadititok nincs ebbe az egészben, hogy... Hát annyi, tehát hogy ott ők igényelnek egy fokozottabb gondolást, tehát látni kell, föl kell ismerni azt, hogy minek mi a baja, esetleg így a víz, stb. És ehhez reagálni kell. És hogy még akkor így zöld, tehát hogy a kültérében miért most, hogy beletérjében, és még esetleg egy zöld, A kültéri, ahogy mondtam, per pillanat ezekkel a fűszerekkel kísérletezünk, mert prioritást kellett húznunk, de vannak olyan ötletek, meg azért ezen a szakma is elkezdett itton már gondolkodni, hogy kicsit lépjünk túl a spontán felfutott vadszülőn és borostyánon, lilaakácon, meg a húzalos megoldáson, és akkor hát ezt is valószínű egyébként aki majd építeni fog ilyeneket, valószínű, hogy textillel fogja csinálni, mert az a legjobban bevált, nem csak a nemzetközi példákból kifolyólag, de most gondoljatok bele, hogyha van egy kis műanyag, ilyen kis moduláris tálca, tehát ez mínusz x fokba, tehát ez széttörik az egész minden a fagytól. Nyilván a textilnél se könnyű a megoldás, mert ez az egy kihívása van egyébként azoknak, akik ezzel kísérleteznek, meg ezzel foglalkoznak, hogy a téli hónapokban az öntözés, a fagy veszély. És vannak olyan irányok, hogy esetlegesen fűthető textil, az egyik réteg fűthető legyen. Figyelembe véve persze, hogy ezeknek az évelő növényeknek azért kell egy hideg hatás,
Tehát azért itt már megint ugye az élettan, meg a növények életciklusa azért bejön. Akkor van olyan irány, ami szintén ezt az integrált épülettervezést veszi figyelmül, miszerint az épületeknek a szürke víz felesleg, vagy a szürke víze, szennyvíze, ez nagyon-nagyon komoly hőforrás egyébként. Tehát ez ilyen 18-20 fok körül van. És ez manapság, ezt lehúzzuk meg, megy el. És esetlegesen azt kitalálni, meg azon elkezdeni gondolkodni, hogy lehet a kettőt összekötni, hogy lehet akár a paneleknek a tűzfalán egy olyan rendszert kitalálni, ami lehetővé teszi azt, hogy az épületekben keletkező szürke víz, legyen az bármi, tehát a szennyvíz, most hogy így összefoglalóan, hogy annak a hője hogy tudja fűteni a falat. És ezáltal egy kicsit szélesíteni, illetve lehetővé tenni azt, hogy lehessen kísérletezni kárpát-medencei fajokkal. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Nagyon, ebben a régióban nincs is ilyen fajta zöld fal. Tehát amiket így itt mutogattam, természetesen vannak, tehát ezek a futtatott rendszerek, ezek azért jól tudnak működni. De például olyanokat még nem fogunk azért itthon látni, mint ami mondjuk a mediterrán országokban van, vagy Franciaországban, Angliában nagyon szép és hatalmas nagy kültéri zöld falak vannak, akár több száz növényfajjal. Nem, egyébként. Egyáltalán nem. Ezzel nagyon jókat szoktunk beszélgetni az állatkert főkertészével, mert a Vince imádja így a zöld falakat, meg ezt az innovációt, de ő például nagyon szkeptikus a kültéri zöld falak kapcsán. És nagyon jogos érvrendszere van egyébként, tehát nyilván nálam százszor nagyobb a tudása. De hát a gazdaság, tehát ezt hogy kell mondani, tehát a gazdaságossága, meg a bekerülési költség egy kültéri falnak lényegesen magasabb. És nem működik még olyan jól se. Tehát persze vannak nagyon szép falak, a Patrick Blanc neve esetleg, hogyha valakinek ismerős. Ő például egy francia botanikus, és iszonyatosan nagy falfelületeket ültetett már be a szerte világban. Hely. Igen? Hát az úgy igen, csak a... Hát, igen. Igen. Volt egy olyan, hogy két ilyen nagy cserébe búrját lerakott. Aha. Aha. És ki kell. Igen. Vannak általában azért mi is persze igyekszünk viszonylag strapabíró növényeket használni. De hát óhatatlan, hogy kell használnunk egy érzékenyebb dekoratív növényt. Most például, amit elkezdtünk egy fél éve, van egy orchideafaj, amiről egyáltalán nem gondoltuk, hogy jól fog működni, ez a Ludézia nevezeti orchidea, és hibátlan. Folyamatosan virágzik, tök jó. És így nem gondoltuk először, hogy orchidea, hogy ez egy falban tud működni, mert ezért így egy kényes nemzetségről van szó, de teljes egészében jól működik. Vannak ilyen meglepetések. Úgyhogy ezért is folyamatosan tesztelünk mindig újabb növényeket, persze csak ilyen 1-2-3 darabban, hogy lássuk, hogy működik, és akkor esetleg a következő falnál már egy kicsit bátrabbak vagyunk, már talán 1 négyzetmétert beültetünk. Páfrányok között is annyira gyönyörű fajok vannak, hogy ez valami döbbenet. Hát ugye azért ott azokkal az a probléma, hogy amit említettem, az irodaházaknak a száraz levegője.
Úgyhogy az egy kicsit érdekes, azt csak bizonyos helyeken tudjuk alkalmazni, de nagyon fajta gazdag csoportról van szó. De például ezek a kúszónövények között is nagyon szép, színes levelű fajták vannak, nagyon jó takarnak, rengeteg ilyen párna növényt. Metténget nem. Kültérben most egyelőre tényleg csak a fűszer növényekkel próbálkozunk, illetve egyes saláta fajtával. Az még, hát nem tudom, hogy idén lesz-e bármiféle kísérleti vetés, hogy valóban kárpát-medencei vadvirágokat ültessünk be. Egy kis falunk van egy ilyen mini borókából, az kifejezetten jól néz ki. Ez egy ilyen 20-30 centire megnövő, és nem tudom pontosan, hogy melyik fajta, de egy ilyen kis mini boróka. Ez például tök jól érzi magát, és a szárazat bírja, tehát volt, hogy így teljes egészében ki volt száradva, semmi baja nincs, ezeket a múlt heti nagy esőket is teljes egészében bírta, semmi, egyáltalán ez se szárat, és örökzöld. Úgyhogy nagyon, hát ez rettenetesen sok növény van, amit ki lehet használni még itt. Ebben az európai klimatikus zónában, hát a trópusi zónán, meg hát ezzel nem is beszélve, hogy ott miféle dolgok vannak. Szingapúrra, hogyha így egy kicsit így rákerestek, ott most nagyon berobbant ez a városzöldítés, meg a kültéri zöld falak, eszméletlen komolyan, hogy mik vannak. Hát ott nyilván a klíma lehetővé teszi azt, hogy ez jobban működjön. Úgyhogy ezek vannak. Na, valami jól étteremben láttam ezzel a falatban, hogy nem lesz nap, az a fűszerepnyek volt. A nyugati téren? Tehát azt tudom, hogy itt a West Endben lévő Vapianóban is van egy zöld fal. A legutolsó információm szerint, azt nem mit csináltuk, ott problémák voltak, ott többször kellett telepíteni. Ezt nem tudom, ezt a Vörös Marti, de akkor köszönöm, hogy szóltál, ezt megnézem. Aha. Vannak egyébként ugyanúgy beltéri ilyen moduláris rendszerek, többé-kevésbé működnek, de mindegyiknek van azért valamiféle gyerekbetegsége. Aki tényleg egy kicsit így ért a növényekhez, vagy szereti, azért látni fogja, hogy melyiknek mi a baja. Viszonylag most már könnyen kapható, tehát akár az ember bemegy egy oázisba, vagy egy fitolandba, azért lehet kapni ilyen kis moduláris rendszereket, nem olyan olcsók, de általában ezek működnek, és azért itt-ott, igen, így belefutunk mi is, hogy látunk ezeket, vagy látjuk ezeket. De még egyszer mondom, hogy tehát globálisan ez még egy nagyon fiatal történet, tehát nagyon sok a fejleszteni való, és az még a tapasztalat, hogy ezeknek a termesztő rendszereknek a nagy részét ilyen design termékként csinálták meg, és az ember rögtön kiszúrja, hogy semmiféle természettudományos képzettsége nem volt a tervezőnek, vagy nem vontak bele ilyen embereket. Tehát ez egy jó pofa. Igen. Tehát egy jó kis jó pofa installáció, itt tényleg ilyen egy-két hétig így megmarad benne a növény, de nincs az a kertész, aki utána életben tudja tartani. És az a finálom, hogy ezt tudja. Tessék? Ki mivel foglalkozik? Hogy ki mivel foglalkozik? Négyen vagyunk. Majdnem mindenki foglalkozik mindennél, ne? Hát Gourmet Garden Kft. Gourmet Garden. Hát alapjában véve azért
A növényes szekcióért én, illetve a kertész kollégám felel. Akkor a Péter kollégám csinálja az ügyvezetői részét, a pénzügyi részét. Ő egy vérmes, szélszes ember is, úgyhogy ő képviseli ezt a dolgot. Mi azért ezt annyira nem tudjuk előadni. Illetve Viktor van, mint mérnök, illetve a fejlesztési részét ő vele együtt, mi a Zsolttal azért rakjuk össze, mert ő tényleg nagyon benne van ez a tervezés, és lehet, hogy abban a szempontból jó, de mindenképpen módosítani kell mindig rajta valamit. De hál' Istennek azért persze ő is tanul folyamatosan, meg mi is tanulunk, Úgyhogy nagyon jó a munka, meg tényleg csak ismételni tudom magam, hogy nagyon, nagyon szerencsésnek tartom magamat, hogy ezt csináltam, és nem nagyon sokat dolgozunk, persze, de hogy nem érzi senki úgy a csapatban, hogy ez teher lenne. Ugye most már különösen szezon is van, tehát nagyon hétvégék sincsenek. Most például egyébként mindenkinek ajánlom a programot. Péntektől vasárnapig a Fehérvári Csurgói Károlyi Kastélyban lesz egy dísznövény és díszkert szakkiállítás. Rettenetesen jó előadásokkal, nemzetközi előadókkal is, de a Vácsarátóti botanikus kert igazgatója többször, tehát sétát fog vezetni az arborétumba. Gyerekprogramok vannak egész nap, kóstolók, és tényleg szuper, ilyen tényleg régi botanikus könyveket fognak megnyitni a könyvtárból. Úgyhogy szuper kis program, meg nagyon jó kiállítók lesznek, a virágkötészettől kezdve sok minden. Úgyhogy ha valaki arra jár, akkor mi is várjuk szeretettel, kiállítók leszünk. Még itt lett volna egy kérdés, csak belét folytottam, bocsanát. Jó, oké. Okay. Összeszedtem a szoflázatot, okay. Szófoszlánokat, és akkor jó. Megtudtam. Köszönöm. Nekem lenne egy kérdés, hogy igazából minek más az, hogy azt mondja, hogy zöld fal és zöld tető. Jó, egy kicsit. Ja? Jó. Mert ha igen, akkor is hogy egy pár percet szerintem nyer. Jó. De hogyha nem, akkor így szabadon. Nem, hogy értettem, hanem, hogy így. Szabadon, felszólítás. Jó, nem. Abszolút, hogy egy zöldetű téma még bárkodatok, akkor így. Jó. Hát azt tudom mondani, hogy mi nem csinálunk zöld falat, vagy zöld tetőt. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert ez egy viszonylag már egy jól működő piac itthon. És egy pár kivitelező cég, aki azért viszonylag jól uralja ezt a szektort, az lefedi. Hát ott azért persze a kialakítás, a rétegrendek, ott sokkal komolyabb figyelmet érdemel, mint egy zöld fal tervezés. És akkor ez is ugye zöld tetőtől függően, hogy intenzív vagy extenzív, az intenzív az, hogy tehát akár ott egy kis játszóteret, vagy ami a vesztennek a tetején van, tehát ilyenfajta zöld tetőkre gondoljatok, ez az intenzív. És akkor van az extenzív, aminek zömmel, hát varjuhályakkal, vagy ilyen szédumokkal szokták általában ezt beszórni, vagy beültetni. Ennek pusztán igazából energetikai hasznosítása van. Tehát úgymond ezeknek a típusú zöldfalaknak nincs egy ilyen rekreációs célja. Azért egy intenzív zöldetőn akár fát is lehet ültetni, meg tényleg vannak nagyon szép példák, hogy kész gyümölcsös kertek vannak egy ilyen tetőn. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Azt hiszem elég sok négyzetméter van most már itthon. Annak ellenére, hogy nálunk még nem
jön be az a szabályozás, amit most mondjuk Franciaországba bevezettek, hogy ott már minden újépítésű háznak vagy zöld falnak, vagy zöldetőnek kell, hogy legyen. Tehát ez már teljes egészében jogszabályi kötelezettség. Nagyon jó lenne elérnénk mi is ezt a fajta... Mennyi aláírás kell hozzá? Azt nem tudom. Napi rendi pontra kell tűzni. Nekem volt egy olyan projekt, amikor azt mondták, hogy kell 100 aláírás, gyűjtöttem 328. Igen? Egy hét alatt. És csak a... Mindegy. Ez kéne 3 millió. Igen. Legyen? Igen. Kezdjük el. Mennyien vagyunk? Nem vagyunk 30-an. A jövőt mi alkotjuk? Ez biztos, meg ebben... Hát meg az alulról jövő kezdeményezésekben azt hiszem, ezt mindenki tapasztalja, hogy ez azért ez nagy dolgokra képes. Úgyhogy hát nem is tudom, hogy mit tudnék nagyon, így szakmailag így nem értek, bevallom őszintén, a zöld falakhoz. Tehát most nem fogom tudni felsorolni azt a 7-8 rétegrendet, aminek ennek rendelkeznie kell. Hát a vízszivárgás azért alapvető követelmény, ugye a földém szerkezet, tehát a földnek a vastagsága, a szegélyek, hőszigetelés, vízelvezetés, egy ilyen pufferzóna, nagyjából azt hiszem így lehet, hogy körbe is lőttem, azért ezeknek így rendelkeznek, de ez azért komoly kivitelezői gyakorlat, illetve háttér kell, meg építészeti háttér, hogy ezek hatékonyan tudjanak működni. Az EOS-on belül hallottam olyan, hát eldurvult, meg rosszul sikerült projekteket, ami tényleg komoly beázások voltak meg, és ez is csak azt mutatja, hogy volt egy idő, nem tudom, lehet, hogy most is még így van, hogy elkezdtek sokan foglalkozni zöld falakkal, és nem vették tényleg figyelembe azokat a kőkemény protokollokat, ami a zöldetőhöz csatlakozik. És hát ez azért egy kicsit a zöldetőknek az elterjedését akkoriban ez vissza is vetette. Pont ezért, mert ezek a rossz példák ugye sokkal jobban terjednek, mint tudjuk. Úgyhogy ez a szakmának nagyon nehezen lehetett csak visszaépíteni. De hál' Istennek vannak szuper példák, például amit ki tudok emelni. A Skanskának a Kassák Lajos utcai irodai épülete. Ott például részben az állatkerttel együttműködve a ZEOS egy kísérleti zöldetőt hozott létre. Ilyen szukcessziós folyamatokat vizsgálnak, tehát hogy a teljes egészében ilyen spontán van beszorva a növényzet, és hogy a dinamikai, tehát hogy terjednek a növények, azokat figyelik, és akkor ilyen populáció dinamikai vizsgálatok vannak. Ez egy viszonylag izgalmas dolog. Ugyanilyen van a Kertészeti Egyetem Villányi úti tetején. Akkor ami majd most meg fog épülni Nyíregyháza környékén, a Lego épít egy elég komoly gyárat. Most azért bizonytalanodtam egy pillanatra, mert majdnem rámondtam azt, hogy tehát az szinte biztos, hogy az európai LEGO gyártás központja az ott lesz Nyíregyházán. Tehát ez egy óriási beruházás. Annak is a zöld teteje valami hasonló struktúrával lesz berendezve. Az állatkertben is volt, azt hiszem, az orszarú kifutó tetején egy zöld tető, ami egyébként még ott van. Ez azért érdekes, mert a vincéjék annó a Sashegyről hozták le azokat a védett gyepfoltokat, tehát konkrétan kiásták úgy, ahogy van a gyeptéglákat, meg ezeket a gyepfoltokat, ilyen védett növényfajokat, és egy az egyben rátelepítették az orszarú kifutónak a tetejére. Egyrészt egy ilyen aktív természetvédelmi oknál kifolyólag, mert valami, nem is tudom, talán valamit építkezni akartak, tehát így meg kellett menteni ezeket a szikla gyepfajokat. És jó pár évig nagyon szépen működött,
és most ez is teljes egészében átfordult, egyáltalán nem gondozzák, és el van vadulva, de nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen növényfajok hogy terjednek egy ilyen tetőn. És ami még érdekes, talán erről is hallottatok, hogy a műcsarnok a tetején, egy idényen keresztül méh kaptárak voltak, és 62 kg mézet termeltek a méhek a műcsarnoknak a tetején 3 hónap alatt. Ajándék volt. Ajándék volt, ez egyébként a közösségi méhészaknak az érdeme. Nagyon szuper kezdeményezés volt. Az a baj, hogy onnan már el kellett nekik menniük. Most úgy volt, hogy beköltöznek az irodánkhoz, de bennünket közben kirúgtak, úgyhogy mi költözünk jövő héten, és Vekerlére fognak menni a közösségi méhészek, de nem egy zöldtetőre. De hogy ilyenfajta kertészkedés is elképzelhető egyébként zöldtetőn, és nagyon szép nemzetközi példák vannak erre. Például vannak olyan svájci, meg német kisvárosok, ahol már közel 200 éve méhészkednek, minden további gond nélkül, és a méhészek itthon is bevizsgálták több független laborban a mézet, és tehát teljes egészében tiszta volt a méz, úgyhogy ez azért egy érdekes eredmény, hogy dolgoznak a méhek ilyen városi környezetben. Tehát, hogyha még egy fokkal tudatosabb szintre lépne, tehát ez a várostervezés, meg a városi zöld felületeknek a gondozás, illetve tervezés, akkor gondoljatok bele, hogy micsoda számok jönnének ki. Meg hogyha ezzel tényleg így elkezdenek foglalkozni, így komolyan. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt szerintem mindenkinek. Köszönöm. Én köszönöm. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, meg azt hiszem, az ember most este mindenki már zöldfelépítésbe fog. A zöldsötőket is kipipáltuk, és a zöld imenz jó. Igen. Tehát mind az aktusokon lehet szerintem. Én köszönöm, hogy...